Sanyi valamit tud. Ez a trebusé, ami hívta ez. Ez az első, ez 1.0-as. De ez egy méreteiben. Ilyen, ez egy ilyen asztali kompakt. Úgy? Úgy. Elsőre, elsőre, Sanyikám, elsőre. Na. Azért figyeld a mester. Ez egy trebusé maket. A trebusé feladata, hogy messzire elhajítson egy tárgyat, jellemzően egy csatában egy kőgolyót vagy egy vasgolyót. Vagy egy fasírtot a fölzelékbe. Hát itt, ha itt a szobámban vagyunk. Azt nézd meg, hogy van benne egy kétkarú emelő. A kétkarú emelőnek van a rövidebbik karja, ami körülbelül egyharmada a hosszúnak, egyharmad és egynegyed között szokott lenni. A trebusénál, amikor letesszük az alaphelyzetbe ezt a kart, akkor a legmagasabb ponton van az ellensúly. Innen indulunk, ide érkezünk meg, fizikusok úgy számolják, hogy M-szer G-szer H. Tudtam, hogy lesz egy képleted rá, úgyse jegyzem. M-szer G-szer H, helyzetenergiát fogunk átalakítani mozgás energiává. Ha 1 centimétert megy lefelé, akkor ez 3 centimétert fog fölfelé emelkedni. Tehát ennek a sebessége jóval nagyobb lesz, mint a másik oldalé. Ehhez a végéhez hozzákötöttünk egy parittyát. Ebből az állapotában elindul, szép lassan megy lefelé, akkor ez fölgyorsulván szépen megfeszül, itt ezen a ponton le kell akadnia a kötélnek, és oda bele fog esni a... Az irányított fasírt levedék. Hát ezt akartad ide. Mondani? Egyébként pedig kb. 45 fokos szögben kell abba az irányba elrepüljön. A 45 fokos szögben elindított lövedékről tudjuk, hogy az megy legmesszebbre. A történelemből ismert egyik legbrutálisabb szerkezet, ami emelőelven működik, a trebusé.